Már csak pár hét maradt a vakációból, ezzel együtt pedig utolsó előtti turnusához érkezett a Bregyó napközis tábor. Ezeket a napokat azonban még igyekeznek kihasználni a táborvezetők, különféle színes programokkal készültek a gyerekeknek. Csütörtökön például a lövészetet próbálhatták ki a táborozók, szakemberek tanították meg nekik az alapokat. Siffer Zsejke elmondta, ez volt az egyik kedvenc programja a tábor alatt, de sok más élménnyel is gazdagodott. Szeretem a tábort, picit fárasztó, de a lövészet is nagyon jó, amit most látok, aztán jó a tábor, tudok benne egy picit izgalmakat szerezni, meg játszok is, szóval a tábor az nagyon jó, ez a tábor. A Bregyónak a sporta is nagyon jók. Szóval nagyon jó a Bregyó. Jábor András Ferenc elárulta, sok barátot szerzett a szünidő alatt, akikkel felejthetetlen napokat tölthettek együtt. A kisvonaton, meg a Borivára, mert még nagyon sokan vettem, ha jól emlékszem. Kézműves foglalkozások, strandolás, biciklis akadálypálya. Egyebek mellett ilyen programok vártak a kicsikre a szünidő alatt, valamint újdonságokat is hoztak a szervezők a tábor életébe, amelyek nagy népszerűségnek örventek. A tábor folyamán a programjaink igen nagy sikerre, illetve mi igen nagy sikerre számítottunk a tavalyi évhez képest az újításokkal, és ez be is jött. Nagyon tetszik a gyerekeknek a Boriváros programunk. Ott egyik csoportvezetőnk, ő szakszerű idegenvezető, és ő úgy kalauzolja el a gyerekeket a Boriváron belül, hogy mindenféle érdekességet mond nekik, illetve kérdezhetnek a gyerekek. Tehát tulajdonképpen interaktívan tudják a Borivárat megtekinteni. Emellett pedig a gyerekek ellátogattak a Barátság moziba is. A táborvezető hozzátette, hogy semmi nem volt kötelező, mindenki megtalálhatta a számára legjobb elfoglaltságot.